Visszatérő és új diákokkal telt meg az egészségügyi kar torony földszinti aulája Nyíregyházán, ahol a hallgatókat a rájuk váró szemeszterek rendjéről tájékoztatták. A Debreceni Egyetem egészségtudományi kara a leginnovatívabb és egyben harmadik legnagyobb kara az intézménynek, amely 2016-ban indította el Nyíregyházán az egészségügyi tanármester szakot. A szeptemberben kezdődött tanévre pedig szintén egy új népszerű képzést hirdetett meg, szociális ismeretek tanárszak elnevezéssel. A szociális ismeretek tanára szak az egy teljesen új szak, nem csak a Debreceni Egyetemen, hanem Magyarországon is, hiszen a Debreceni Egyetem az egészségtudományi karral együtt létesítette, ami azt jelenti, hogy ez korábban egyáltalán nem létezett az országban sem, és ennek a képzés és kimenti követelmény rendszerét, tehát hogy mi igazából a képzésnek a tartalma, azt a Debreceni Egyetem kara állította össze, és szereztük meg az indításnak is a jogát egyidejűleg, ami azt jelenti, hogy létesítettük és indítottuk elsőként Magyarországon ezt a szakot. Barta Elek, a Debreceni Egyetem oktatási rektor helyettese úgy fogalmazott, biztató visszajelzés az intézmény felé, hogy a mintegy 80 jelentkezőből több mint 500 hallgatóval tudják elindítani az új szakot. Ez azon alapul, hogy a karon azok, akik ezt a képzést folytatják, ennek a szakmai hátterét alkotják, felmérést végeztek a munkaerőpiacon. Tehát itt a szakképző intézmények számára képezünk olyan tanárokat, akik egyrészt a oktatásban tudnak részt venni, szakmailag felkészült módon, másrészt pedig szakképző intézményeknek a pedagógiai programját tudják kidolgozni, tehát egy ilyen nagyon erős szakmai háttérre rendelkeznek ezen a téren. Azok számára, akik már rendelkeznek egyetemi vagy mesterképzésben szerzett valamely egészségtudományi diplomával, a képzés mindössze 2 fél év alatt elvégezhető. A más területről érkezők számára 3 fél éven át tart a képzés, amely fél évvel rövidülhet, amennyiben a hallgató igazolni tudja, hogy 50 hónapos köznevelésben szerzett tapasztalattal rendelkezik. Rusinné Fedor Anita, az egyetem általános és tudományos dékán helyettese elmondta, az itt diplomát szerző hallgatók a jövő családvédelmi és családsegítő szakemberei között kamatoztathatják tudásukat.